mi szépen! Ez egy tűzvédelmi szabályozás! Tűzvédelmi szabályozásokban! Tűzvédelmi szabályozásokban! Tűzvédelmi szabályozásokban! Ez nagyon-nagyon nem... Ez nem szabályos különben! Ez különben nem szabályos tűzvédelmi szabályozás! Mert tüzet is okozhat! Na most itt kérlek szépen, ezt itt egy sok burultóval szabadsuk elhozni, burultóval szabadsuk elhozni, burultókészülékkel szabadsuk elhozni, vízzel nem szabad, Vízzel oltani, kérem szépen, na most ide bemegyünk, ide a helységbe fogunk bemenni, ide, itt ez az emetronos tűzhely, emetronosnak a tűzhelye, nagyon tűzveszélyes is okozhat. Ez nem szabad itt vízzel oltani, mert emetronos áramot is vezet, hogy nagyon is meghagyja az embert is. Itt a viszkiárat, Sárbogáriakat, és akkor ők borolódtsák el az emetronos tüzet borolódtsák el, mert vízzel nem szabad elhajtani, mert vizet is állomot is vezet, és nagyon írva válkodja az embert is. Na most itt a vízkiáratnak, itt tartott, ha pötty tűz van, akkor itt le lehet menekülni, itt van tűz van, itt az emetronosnak is, ez is olyan állom alatt van, emetronos áramot, áram alatt, emetronos áramot, nagyon bugéza az áram, ez az áram. Ez az emetronos, összefoglalva, ez is nagyon életveszélyes is, és nagyon is vághatja az embert is. Yeah.
Becsaptuk. Kerestem ezzel 270 dollárt, 270 milliárd dollárt. Hát Jani bácsi ment be a bankba, benn van a számláján, úgyhogy nincs gomba, minden nap meghúzom. Ja, apuka! Ja, Jani bácsi! Thank you.
Kérni, hogy mivel a kislány megszületett, az végül is az csak az enyém, és nezett a telefonon, és nezett a Sibolyán keresztül, és azattól oda mész le, őtől kérdezett meg, hogy mit csinál. Tovább. Miért mondod azt, hogy te ilyen sütésekkel lejössz, meg olyan sütésekkel lejössz, megöletel, meg a pingvinkutyákkal megetetel, hogy hogy mondod ki? Te menő vagy? Sztár vagy? Kecibe se hagytál, bazd meg! Ott tudom, hogy menő. Ott tudom, hogy menő. Hallod, mi? Itt Bátomba labdába már nem rugol. Csak tudtál. Hallod, figyelj, egyet mondok neked. Ha a kislányba, mert mivel agyonverték terhesen, 6 hónaposan agyonverték, hogyha káros lesz a kislánynak, hogy elméletileg valami problémája lesz a kislánynak, tudod, bár mire képes vagyok, lecsukatlak. Elhiszed? Az én életemet ne zaklassak. Nekem nem kell lesz. Fogd föl! Ne zaklass, ne hívogass, engem hagyjál békén! Itt mondom mindenki előtt, hagyjál békén! Most se tudtam, hogy itt leszel, hát... Hagyjad már a hülyeségedet, bazd meg! Hagyjad már, hozzá jelzd meg a hülyét, ne itt hozdol lent a sintereknél! Ő is járok le egyáltalán hozzá. Persze, hogy nem járok. Persze, hogy telefonon meg hívok, akkor ne hazudjál már, hallod? Hogy nézel ki? Meg hogy nézel ki? Hát nézek már úgy, mint te ki, bazd meg! Nem tört még össze? Nem, én belenézek a tükörbe, valahogy kinézek, de magadra, te belenézel, hát én majmot látni. Olyan vagy, mint egy pitbull. Nem értem meg azt, hogy tudtál felcsinálni, bazd meg? Hogy? Ágba se voltál jó, Zoli? Nem voltál jó az ágba? Soha nem szerettelek. Nem voltál jó az ágyba? Nem tudtál ki elégíteni? Ilyen nőt, mint éget, hát neked mehet egész Pesten. Sinter vagy, hogy a kecimet. Szép vagy. Majom vagyok, te meg a lányom, te majom. Komolyan mondom, mert tudom, hogy itt van, el se jövök. Hát Mónika, ne haragudjál, de te még nem látod a stílusait. Ez olyan, nem tudom vére, kinek van ebben, olyan, mint az állat. Sítre való vagy, többször is visszaesetek, sinter vagy. Lopsz, csalsz, betörsz. Miket csinálsz még? Normális életed nincs? Ilyen bánat nőt, mint téged megfogni. Mi az, hogy megfogni? Az szerencsém, hogy hamar el tudtam jönni tőled. Ez az egy szerencsém. Ha lejössz Bátomba, egy az egyben levágja a fejedet. Monika, egyedül nem mehet lejönni Bátomba. Tudod, miben kell jönned? Pitbull kutyákkal, mert tudod, miket? Gorillákkal, sitesekkel. Egyedül nem mehet lejönni, mert faszopó köcsök. Miért? Ilyen szó, kérem. Mi ez? Hát miért? Olyan SMS-eket kapok tőle. Lemegyek, megölet, így, úgy, amúgy. Nem tudom, ki se tudja írni a nevem. Azt írja Zsoli. Zsoli vagyok. Zsoli vagyok. Zsoli vagyok. Szeret írni Mónika, az a nagyon szeret írni. Kicsapongó életet, azt szereti. Házában sincs, de velünk nincsen semmi. Hát tisztálkodik el, hogy a kurva anyjába fölpapozom, nézz oda. Egy foga sincs, az köpköd a bábbi. Egy fogad van elő, azt is tombolán nyertem. Magános farkas vagy. Ilyen tőled, te veled, her meg az Isten, nézd meg! Mónika, az intenzív kórházban vett. Tudod, hogy nézett ki a lábam? Így! 6 hónapos terhes voltam. Lejövök ide, tudom, hogy ilyen meglepetés ér, hát ez meglepetés. Tartok én neked olyan meglepetés, hogy még hozzon a testvére. Boszorkány! Nagy Bátomba, boszorkány! Mi? Szót követ. Mikor vikendlakásokat közben Nagy Bátomba? Miért nem mondod meg, hogy lopni át Bátomba? Miért nem mondod meg? Mit loptam én? Mert agyonvert, bezárt ajtót, ablakot. Borulóvassa tudod mondani, amivel lehet borulni, abban vert agyon. Az ott gyerekem jó, hogy szívinfarktust nem kapott. Már meg is haltak, persze. Hát én megverek valakit, azért börtön jár, nem? Vagy valamit kapok, föltüggesztés, valamit, nem? Tudod, mit csinál? Van egy kis busz,
És húzunk kis bósz. Most se tudja, mit abba vannak neki, tudod, még ilyen kis pacsekocsok. De mit vannak neki benne? Pitbull kutyák. Pitbull kutyákkal jön le rám egy 46 kilós nőre. Éhségbetegségben vagy azért. Mibe vagy? Éhségbetegségben vagy, azért vagy. A kurva anyádokban vagy, rád nézek összesen, mi? Mikor ettél utoljára főtétel, mi? Üljél lefele. Mondta Lumber? Tudod, mit mondta Lumber? Ha lemersz jönni, meg fog szoktatni. Egyenesen le fogják szoktatni. Tudod, mi az, hogy szopor? Mint egy kis malac. Ilyen szókért nem megérdemel egy-két pofont a vámpír, mi? Pofon? Mi? Pofon? Na gyere, azt adj egy pofont. Úgy de szép vagy! Vagy. Te vagy Magyarország legszebb nője! Gyere, azt adj egy pofont. Na gyere! Adott már neked a sors meg az vér. Házuk a mindenségre. Rendesen tiszta trébályok ház valakiket. Beszélj, szeretem, ha én beszélsz, mondjad. Hallod? Tudod, miben lakol? Koporsóban lakol. Halott gyerek vagy! Halott gyerek vagy! Duguljál be! Duguljál be! Miért? Ez olyan, mint a rádió, nem lehet vele mit csinálni. Hát mi az emberből kihozza a vámpír az agressziót, nem? A pofonokat leverni neki, meg salereket legörgetni. Már elmondani, hogy teljesen idegileg ki vagyok tőle. Mióta belépett az életembe, tönkre ment a négy gyerekem, tönkre ment a házasságom, hála a jó Istennek. Most lesz az eljegyzésem. Hát egy ilyen nőnek, hát vámpír külön, hát egy 50 éves asszonya jobban el van az ember, mint egy ilyen. Na, picsámat, ki nyaktad? Jól van, te. Nagy bátornak a csúfia. Nagy bátor szégyene, te. Hány feles van benned? Nézd meg, hány feles van benned. Tiszta drogdíler, rád is rejtő, gyors szép. Ne beszélj, te nem tudsz beszélni. Súlya már el. Akkor kell volna magamat fölközni, amikor megismertem. Én akartam, hogy ne igyon, hogy kiverni belőle, tehát ő egyből a pénzével kaptam a kocsmába. Ezzel mi csinálsz, ki? Nem, maradjál, te a tüdődet, te felpopozom, szétverem! Monika, az egész család kajakba elvette tőlem. Azt mondta a Lumber, ha lemer jönni, le kell, hogy szopja a faszát. Mondja ki az a Lumber, csak hogy a Lumber, így tudja, hogy a Lumber. De most már teljesen ki vagyok tőle. Ja, azért nézel ki 50 évesnek. Jaj, te mi ez itt köpködjön engem, akivel vér van, mi? Mi ez itt egy Iron Kitty? Iron Kitty. Mi ez? Én Borsod megyei vagyok, nem Nógrád megyei vámpír. Mi? Te Batman. Nézd, hány fogad van előre? Egyben vagy egy se? Rohadt köcsög, te vetted ki mindet, rohadjál meg. Kájtadó kéten, ó, eteleszték. Tondadó kéton, poromé. De amikor én megfogtam Mordekárosban a jackpotot, azt a millió forintot kiadott a gép, hát csak egy csávó elszutott a pénzet, hát de már kergették, hogy te vincs volt. Ívó ingatlan, tős, de szerencsejáték. Mindenféle dologban benne vagyunk, és mi nyerünk világviszonylatban, mert Zolika előbb-utóbb tős, de szárta lesz. Én meg itt kérdő, hirdető ember, mint Ace Combine. Jani bácsi. Megint a 27 leg viszki. Ja, na! Jani bácsi. Ó, oh, apuka! Aha, apuka! Mikor történt az eset? Oh.
mikor történt a baleset. Matáj, ha mi kekevel. Hétfőn 11 órakor. Hétfőn 11 órakor. Bajom harison báhád eszre sáot. Amátem szimulé. Mikor a mennyezet repedezett. Mikor a mennyezet repedezett. Hátikra hét héle hisztedek. Lemi atem jahlulif not kedelek bezre. A polgár úrhoz. Polgár úrhoz. Jenő. Jenő. Polgár Jenőhöz. Polgár Jenő. Eugen Haros. Ha ír sem mó, vehu hívtiák, otthon hákata. Lemi panú lezre. A polgári hivatalba. Tehát ez a... Polgári Jenő hivatalba. A polgár Jenő. Hivatalba. Polgármester hivatalba. Voltunk, oda mentünk segítségért. Segítségért mentünk. Eugén Haros, egyszer már Haros. De mi panu? A polgármester hivatalhoz, Jenőhöz. Polgár Jenő hivatalba. Jenő úrhoz. Eugén Haros bemisztrád? Misztrád? Misztrád? Eugén Haros. Háj, múlézel, már Eugén. Polgár Jenő hivatalba voltunk. Polgár Jenő. Adjon nekünk tájékoztatást, hogy most mi lesz velünk, és a kis családom részére. Haros Pemiszred. Kedály látett Láró Miszred. Jadi ott? Hogy szerintem legyen inkább a polgár Jenőhöz, a polgármesteri hivatalban, nem? Jó. Hogy legyen családban. Az jó? Jó. Polgár Jenő hivatalba voltunk. Tehát a polgár Jenő hivatalba. Kis családom részére adjon a tájékoztatást, hogy mi lesz velünk. Mert úgy összedült a lakás. Hálanú báj. Nincs hova mennünk. Ő pedig kiszállt velem egy pár helyen, és biztosított számomra ideiglenesen olyan lakást, amíg a miénké fel fog majd épülni ott a Budai Nagyantal utca 26 szám alatt. A papírok már folyamatban vannak, csak intézkedni kell, és akkor megkapjuk ezt a szocpolitikát. Cigán kölcsönre. Mi lehetett az oka, hogy összeomlott a ház? Hú, ne tennem ubáj! Ez kizárt dolog, mert nem tudom. És anyagilag is úgy meg vagyok viselve, hogy még lábazatot se tudtunk csinálni, mert nincs miből. Abból a kis nyugdíjból nem tudunk semmit se csinálni. Örülünk, ha kitartást kapunk. És a tanács is hozzájárult, hogy szocpolitilag visszaújítsuk a lakást. Ás sem nekem lény, szocpolitika. Éli. Lama. Sabagtán. Uram, uram, miért hagytál el engem? Lehullott a Jézus vére. A tövére. A szent angyalok főzetén. Alázatosan tisztelték. De mondta Jézus az angyalnak, küld föl mennybe szent atyámnak, mondjad keresztfámról küldtem, fogadja kedvesen tőlem.
Sziasztok! Ott kérdezek már két kérdést, hogy mit jelent nektek a május elseje? Hát... Miért jöttetek ki? Miért vagytok itt? Ilyenek a programok. Persze, jók a programok. Sok a köcsög. Miért? Kevés az ember. Milyen ember?
biztonsági szervezés kevés nagyon. Azt van megcsálva, nagyon hisz. Mert szerintetek van mit félni? Éppen. Rossz emberek vannak. Rossz emberek mindig vannak. Rosszokat el kell ítélni. Bűnösök szenvedjenek. Itt szeretek ünnepet. Majd. Szeressünk, békében éljünk. Nagyon sok a rossz indulatú ember, sajnos. Nagyon sok a veszedelem, amire oda kéne figyelni sok ember. Semmit jelenleg. Valamilyen infláció folyik itt ebben a rendszerben. Most itt szeretni kell. Mindenkor szeretni kell. Népeket, egymást. Mindenki egyért, egy mindenkiért. Köszi. Gino, olászalád. Ej, pate tu basilei, kamai pesedai darus aula. Inke ti fui busekei kalüben, Asré, bár illen bár, kifte, jiru et. Upagam leleusana peste sokai nyalon bűdott. Nem sok van már.
nem sok van már hátra az emberiségnek ebben a formában. Most az Antikrisztus átadó. Thank you.
Krisztián vagyok, a Teleszkóp Informatikai Központból. Érdeklődni szeretnék, hogy van-e internet hozzáférés. Milyen Péter? Márton Krisztián. Hát, nincsen nekünk kérés. Egyébként meg milyen ütben szakadt? Szakadt. Ja, tudom, ezek a szövegek is akkor jönnek, és basznak is, hogy onnan tudta meg a telefonszámot egyáltalán. És milyen alapon? Jó, nem titkos, de milyen alapon zaklat engem például délután pihenés közben? Na most nézzétek, nem zaklatom őt. Hát akkor mi? Én is csak a munkámat végzem, mi egy közvéleménykutatást végzem. De milyen alapon? De milyen alapon? Én igényeltem ezt a közleményt, uram. Nem igényelte. Na ne haragudjon. Akkor adja meg még egyszer a telefonszámát, aztán most ne haragudjon. Menjenek a kurva anyjukba és nézze. Figyeljé, én éjszakás voltam. Most csak azért fölveszem, mert a lányomtól várok egy telefont, maguk pedig buziskodnak én velem. Adja már meg még egyszer a telefonszámát. Ki? Ki volt ez maguk? Mi a Teleszkóp Internetkommunikációs Központ. És miért szórakozik velem? Mondja meg! Nézd! Nincs kurva anyjak olyanok más dolgok! Milyen munkáját vízi? Az a munkája, hogy engem zaklasson! Fölkeltsen, éjszaka! Maga olyan munkát végezne, ide figyelj! Hogy menjen a kurva anyjába lapátolni, meg kubikolni, érti? Adj már meg még egyszer a telefonszámát! Ki? Ki volt ez maguk? Hogy az édesanyja ki az?
Fogd is meg! Üdvözlöm, Nagy László! Miben segíthetek? Jó napot! Jó napot! Érdeklődni szeretnék. Vezetékes telefonunk van. Haló? Itt vagyok, hallgatom. Igen? Igen. Most decembertől váltottuk a kártyás telefonunkat. Semmi gond eddig nem volt vele, beleraktuk a mindenfélét, szólt. Máma reggel akarok telefonálni, és egyszerűen nem lehet kifelé telefonálni. Nem szól? Nem. Uh-huh. Befogadja a fogadást, de kifelé nem lehet telefonálni. Mi akkor ilyenkor a teendő? Jó, akkor én mondanék önnek egy másik számot, és ott a kolléganő tudna segíteni. Jó. Lassan, tessék mondani lassan, akkor írjuk. Akkor tessék mondani. Jó. 0680. 01. 06. 0680. Igen. 880. Akkor 800. 80, 80, 0, tégy oda. Igen? És még egyszer 880. Még egyszer 880. Igen, tessék visszaolvasni, jó, hogy biztos jó legyen. Jó, jó. Na, pillanat. Na, ide. Na, akkor. 06. 01. Egy nincs, csak 6. Így van, egy nincs, csak 6. Akkor. 06. 68. Nem 68, 0680. Na akkor. Igen, 0. A kettesével tessék mondani, jó? Na, hogyan akkor? 06. 0, ez 06. Ez 6. Akkor 68. Nem, nem. Ha nem? Nem, 0680. 0680. Igen. Utána? Akkor 880. És 808. Nem értsük akkor egymást. 8-0 meg 8-0. Nem jó. Megint nem jó. Akkor adom át itt a valakinek a telefonot. Akkor írja te. Kezdj, csókolom. Jó napot kívánok. Halló. Jó napot kívánok. Legyen szíves, mondja meg a feleségem. Jó, mondom még egyszer. Írja? Igen? 0680. Igen? 880. Igen? És még egyszer, 880. Igen? Na, tessék visszaolvasni. 0680,
kétszer 80 egymás után, 800, ugye meg, hát, hogy mindig ki, nem? Jó. Hát, de hát, hogy a két nulla, 8-0, megint 8-0, 8-0. Bocsánat, most émeztettem el egy kicsit a fogalmat. Igen? A 06 az megvan? Az előbb is adtak egy telefonszámot. Így van, a kolléganő. Aztán hiába hívtam, nem jelentkeznek, milyen munka ez? Legyen szíves, szóljanak oda, hogy hívjanak fő bennünket. Ott tessék leírni a számokat jól, és akkor én ígérem, hogy jelentkezni fognak. Ők jelentkeznek? Így van, hogyha jó számot tetszik hívni. Lediktálom még egyszer. 0680! Igen. Akkor 80, meg 80, meg 80. Nem. Na jó. Na most akkor tessék azt a két számot áthúzni, amit eddig letetszett írni. A 0680. Jó, így van. 0680 az jó. Jó. Utána 8-as. Igen. 8-as. Igen. 0. Igen. Utána megint 8. Aha. Akkor utána meg újra megint ugyanaz. Igen. Na most már meg. Tessék visszaolvasni újra, hogy biztos jó legyen. 0680, 88-0 és 8-as, megint 88-0 és 8-as. Nem jó, mert sok számot tetszik írni. Hát 8-at írtam kétszer, meg 0-át, meg megint 8-at. De nem jó. Na, akkor most tessék az egészet szépen áthúzni. Megvan, zártva, húzva. Na, akkor lediktálom előről. Na, 8. A 8-ast, az nem a 6-os jön. Na akkor, halló? Halló. Nézzük szépen azt az üres papírt, jó? És akkor tessék leírni azt, hogy 0. Igen. 6. Megvan. 8. Igen. 0. Megvan. Jó. Akkor most egy kötőjelet tegyünk. Igen. 8. Igen. 8. Igen. 0. Igen. Kötőjel. Igen. 8. Igen. 8. Igen. 0. Jó. Most tessék visszaolvasni. Halló? Tessék visszaolvasni! 0680 még egyszer 880. Szuper! Hát ezt a számot tessék felhívni, és akkor ott biztosan jelentkezni fognak. Jó, viszont hallásra!
Üdvözlök minden kedves nézőt! Mai műsorunk témája az orvosi műhibák. Két vendégem ennek lett áldozata. Kérem, beszéljen egy kicsit az ön esetéről. Lábműtéten estem át, és komplikáció lépett föl a műtét során, és egész életemre lebírultam. Rendben, akkor ezt hagyjuk. És önnel mi történt? Beszéljen róla. Mondom a műtéten este már, és egy orvosi műhiba miatt ilyen cincogó lett a hangom, amint hallhatja. A hangom sohasem lesz olyan, mint amilyen volt. Tehát a mandulája. Az orvosok nem vállalnak ezért felelősséget. Jó, akkor beszéljen ön arról, hogy ő milyen volt az incidens eve. Hát azelőtt sok mindent megtehettem, amit most nem. Igen, sok minden. Tehát sok minden tudja is mondani. Tehát? Tehát azóta sok helyen kérdeztek és nevetségek. És nagyon fárasztó mindenhol elmagyarázni, hogy mi a probléma. És mit tud tenni ez ellen? Hát erről beszélnek. Jó, és önnek milyen akadályokat állít a problémája? A kerekes székem miatt sok helyre alig, nehezen, vagy egyáltalán. Hallgassunk meg egy néző véleményét a dologról. Igen, önnek mi a vélemény a dologról? Beszéljen róla! Nekem a mély hangom miatt mindig azt hiszik, hogy mérgesek. Tudom, mély hang. Családjogban nem lopom el.
Figyeld, Balázs, a ligetbe én voltam a főnök, elhiszed nekem? Ott, ahol van a kacsa. Bementünk a tóba, labdáztunk, hanyigáltunk, tiszta komoly volt, érted? Városligetben én voltam a főnök. Elhiszed nekem? Egyszer fú, beindultam, elhiszed nekem? Egy percen belül csáltam 400.000 forintot. Vele. Na figyeld, hogy volt ez. El akartam menni a nővéremnél, meg akartam nézni a családomat, az apámat, itt van a testvérem, és akkor átjöttem én is ide. És álmos voltam, felültem a vonatra, nem tudtam melyik vonat menjen, és eljöttem én, bebújtam a szék alá, és idáig aludtam. És akkor leszállítottam Dédán, és felültem egy vonata, és az elhozott ide Magyarországon. És akkor bevittek az intézetbe, az Erzsébet királyné útba, és itt voltam egy 2 évet. Hát rossz volt, nem volt jó. Vertek minket a nagyobbak, meg kajámat is elvették. Gecis nevelők vannak ott, fú, nagyon rosszak. Te kicsi lennél, bemennél, fú, megölnének, fú, Istenem. Adja már ne, légy szíves. És akkor itt voltam egy 2,5 évet, és akkor mikor a szüleim akartak, és akkor itt hagytak engemet. Megfogtunk magunkat, és ketten kiszöktünk. Simán ki lehet szökni. Nyitva volt az ajtó, láttam, fölvettem a cipőmet, csak ki. Eljöttem ide a Blahára, csövesekkel beszélgettem, csináltam ezt, azt tudod, mert nem tudok miből élni. Apám nincs itt, anyám nincs itt, hazamentek, én most vele vagyok. Mert hogy ő nem lett volna ezen a világon, én... Mianna, elhiszed nekem? Én meghalok, Mianna. Takoljál már ki! Ki a kurva anyád? Ha mi van? Mi van, csicska geci? Mi van? Mi van? Tudod, kit szeretek? A családot. A anyukámat szeretem nagyon. Apám, tudod, milyen veszélyes ember? Tudod, mennyit ült? Ott ült 15 évet, megölt egy embert. Nagyon veszélyes, de nem félek. Miért félnék? Saját apától miért félsz? Fényképezzél! Gyere, fényképezzél, csicska geci! Mi van? Mi van? Mi van? Kamu? Mi? Kamu? Kamu? Adjam már 200 forintot, testvérem, légy szíves, ne legyél már köcsög. Ha látom, ott van a pénztárcában, ne legyél már buzi. Adjam már 300-at. Bocs, hogy elloptam a biciklidet, testvérem, ne haragudjál. Elloptam a biciklidet, elvittem a keleti, beladtam 1000 forintért. Tessék, testvérem, menjünk el, tessék. Én, hogyha nekem van pénz, ami nem sajnálom a pénzt. Tessék, itt van, 200.000 forintot. Na most ne eddél meg, hogy csak testvérem, most csóró vagyok. És szeretnék bulizni. Fél éve nem buliztam, elhiszed nekem? Alleluja. Thank you.
mondani. Hát, hogy... Hát, hogy nem fog kijönni a víz. Hát, hogy mondjam? Hát, hogy lehet, hogy nem biztos. Nem biztos. Lassú árvíz kimegy. Lassú árvízvédelem. Tehát a lassú elmegyen, akkor a víz elmegy, de... Az áspítához nem biztos. Itt olyan van, hogy az átvédelem maga, az speciális téma. Ez olyan van, hogy összvonalba kell hozni, tehát betonszegét minden felfele le kell. Ez a biztos. Az az erősítése kapcsolatosan? Hogy a minden a föl, a lent, a bent, mindenütt. Meg kell erősíteni. Lényegében ez van, de... Na most! A másik téma. Köszönöm szépen! Várjál! Bízzatok benne, hogy megyen a tévébe. Nézni fogja, meggondolom, nézni fogja. Az én
nekem is a családom állapotom annyira felszakadott, hogy lehet 6 éve már családi lakásigénylés bemaradva. Hát volt egy törvénymódosítás valamikor, akkor hol van az? Sziasztok, testvérek! Mi folyik itt? Csöndösen! Figyeljetek már, emberek! Akkor mindenkivel megcsinálhassák. Elmentem az orvoshoz. Annyira nem foglalkoztak velem. Azt mondták, 3 hét elmúlik. Bemutassátok, a gyöngyösi tévék nézzük, van otthon kábel tévénk. Tanácson elmondtam már 6 éve, hogy ki van a faszom az egésszel. Mert hogyha én most bemegyek, akkor miért van? Azért van, hogy a szegény embereknek meg legyen teremtve! Már bocsánatot kérek a nagy hangszintem, de én már nem bírom tovább, én már... Amit én csináltam, én megfáradtam. Menj el, most hagyjál, öcskös, most bejegyek. Most is a bátyámhoz megyek ki a temetőbe. Annyi a fájdalmam. Nem dobtam el. Nem dobtam el. Bocs, bátyám, bocs. Bátyám, bocs. Már amikor sokszor az öngyilkossági gondolat keringet, akkor mindig azt mondom, hogy nem szabad meghalnom. Mert ott a 3 gyerekem, akiket fel kell neveljek. Olyan vicces vagyok. Gyere vissza, hallod? Látjátok, hogy kinevetik az embert? Ha-ha, ez egy bolond, szintén megmondja! Kinevetik az embert, de nem érdekel, hogyha kinevetnek. Mert elmondom a lelkemnek a gondját. Szeretném, hogyha ezt leadnátok, mert azért vagytok a média. Azért mondja, hogy az embereknek a problémáját és gondját a várossal. Nagyon baj. Kereste a szavakat, hogyan mondja el. Kortudjuk.
voltam. Mai témánk más vagyok, mint akinek hittél. József. Hát az abszolút nem tudom, hogy mostan mi játszódhat meg egy ilyen gyerekben, meg... Hát én hiába beszélek vele, jó érrel hallgat a gyerek, de látom az anyját, az meg aztán tiszta idegen görcsös. No, én fiam, azt akarom, hogy az anyád a béküljék ki, hogyha nem is akarsz annyira, de valahogy kerüld az anyádat, mert én rajtam tölti ki úgy a bosszúját minden, mert tiszta idegen görcsben van. Vagy beteg. Tudod, hogy beteg az anyád, azért jobb neki, ha a nyugodtságban van egész idő alatt. Vagy szakítsd meg vele úgy a kapcsolatot, hogy egy kicsit nyugodjon meg. Végül is, tehát én azóta pikkelek rá, hogy állami gondozásba kerültem. Kezdetben felvették velem a kapcsolatot, de aztán van néhány szünet, amikor nem. És aztán, amikor engem felhelyeztek Budapestre, akkor jött beértem a fater, és akkor vették fel a kapcsolatot megint velem. Ott normálisan éltem volna, csak hát ott is én kurtam el a dolgokat. Mit csináltál? Jött a kavaszkor, lőtt a szakavális intenzitát, mi és mit. És azt nem tudom neked megmondani, hogy honnan jött ez a rossz kapcsolat, ez csak úgy jött. És a múltkor is azt mondtam neki, hogy én csak addig voltam jó neked, hogy 20 percet szétizi el a lábodat, aztán meg a basszal. Gabriella, miért néztél ilyen csúnyára? Semmi. József és a fiad szeretnének neked valamit mondani. Nekem? Na, hát én csak azt szeretném, Gabi, hogy vagy kibékülnél a fiaddal, hogy ne veszekednétek, mert... Nem jó ez így látni azt, hogy te örökösen ideges vagy, minden. Ez neked az egészségednek se esne jól. Vagy csináljatok valamit, hogy ne legyen köztetek ez a macska egér. Uram, mit mondott ez a macskos gyerek, mi? Mit mondtál, Jóska gyerek, most pofázzál, mi? Szapán meg én nagyon vertünk baseball-sütővel! Akkor is az volt, akkor is én akkor se tehettem semmiről, akkor is a vécés Jóska... Miért nem mondtam? Az apád elvett téged baseball-sütővel, meg ilyeneket mondtad! Mégis mit te vársz, és te nem még feljössz hozzám szabálni! Gabriella, te szó szerint gyűlöd a fiatalat. Mit csinálnál vele a legszívesebben? Igen. Miket mondtál? Hogy veszett el kéne avatotni. Miért injekciót mondtál? Meg azt is. Miért injekciót adnál neki, vagy késszorítanál a torkát? Nem, azt nem mondtam. De mondtad biztit? Biztos. Ha nem? Főbe kéne lőni, de hát a kettő között van különbség. Rendben van. Intézetbe adtuk Mónika, rendben van. Hozzám bújkált, csövesek voltunk, a kőházba laktunk. Szökésbe volt, ott bújtattuk. Hát valamiért kialakulhatott ez az ellentétes hangulat, hogyha a gyerek ilyesmiket mondott, nem? Nyilván nem volt olyan nagyon jó életen állatok. Mindenek elmondt! Minek? Mit mondott róla? Hát azt, hogy ilyen kurva, mint az anya, meg olyan kurva, mint az anya. Mondjad, Jóska gyerek, mondjad, ne hallgassál! Pedig bejártunk hozzá Mónika, nem mutattuk neki, hogy milyen csövesek vagyunk, hogy a kőházba lakunk. Hát bejártunk hozzá, és akkor még én vagyok a... Hát tegnap is följött. Amiket róla pofálgott a vécés Jósinak. Nem, akkor is az volt, én akkor se tettem semmiről, a vécés Jóskáék az ibolya. Ő talán ki túlnyomó részt minden. Én akkor se, akkor is felhívta az anyámat, és már ugrott is nekem, és szarvett, lila pékom sem volt az egész. Amiket róla mondott, meg amiket vele csinált Mónika, hát nem! Na de néhányat mondjál már, hogy miket mondott, néhány olyan dolgot, amit megbocsáthatatlanul tartasz. Hát lemett az aluljáróba, a kódulni ott lent, és kitette a táblát, hogy segítség, anyám, apám meghalt. Konkrét
Itt emlékezéseim szerint nem ez volt a táblára írva, hanem az volt ráírva, egy szöveg volt ráírva angolul, hogy I'm hungry, please help me! Ami nem is ezt jelenti, ez azt jelenti, hogy arra lefordítom, hogy éhes vagyok, kérem segítsen! Hát én nekem ezt egy ember mondta, oda lett, akinél a gyerek bujkált, akinél lenne a vécibe lakott a gyerek, lenne a vécés is Jóskáiknál, húny néven. Hát, megoldották ők, én csak aludni álltam. De miért lakott ott? Azt mondtad hozzátok nemek, hogy az intézetben, akkor miért lakott mindenféle aluljárókban? Harmonika, hát ment mindenhova, ment a Ferihez is, a cökésbe volt! Nem! Gabi, ha olyan jó lett volna veletek otthon, akkor nyilván nem aludt volna egy WC-ben. Hát ugye ebben egy ilyen. Nem, Mónika, az igazság az, hogy jó volt nekem ajándéknál, csak tudod, az intézetben azt mondták erre, hogy kalandvágy, hogy hajt engem, hogy ismerjen meg a világot című sztori. Gabi, azt mondtad, eleinte jó volt a kapcsolatotok. Mindenféle bárokba együtt jártatok. Persze! És akkor mi romlott el? Miért néztél ilyen furcsán a fiatra? Azért, mert a Jóskánál lakott! És az a Jóska, azt köztudott, hogy... Nem volt köztük semmi! Szerinted a Jóska meleg? Vagy biszexuális lehet? Hát Monika, szerintem nem tudja eldönteni, hogy jobbra menjen-e, vagy balra, vagy maradjon középen. De alapvetően, Monika, tudod, konkrétan a Józsi, az nonsense szexuális. Ezt gondolom, tudod, hogy mit jelent. De nem tudom érteni. Hát maga szót ért velem, nem? Csak azért, mert egy stúdióban vagyunk, nem, Gabi? Hogyha ki lennénk, akkor már leordibáltad volna a fejemet. Hát ez mindenek elhúz, mindenek álma! Jó, Gabi, Józsi, én most arra szeretnék titeket kérni, hogy tisztázzátok a kapcsolatotokat, mert ez sehogyan sem egészséges. Rendben! Jó! Jó! Medvével. 8-an voltak a parton, 8 medve volt. Aztán az egyiket csókolóztam. Aztán mögött ért a nagybácsi, vele kezét fogtam, és mondtam, vége lesz, most már nem kell hülyéskedni. 8 medvével a parton. Aztán tényleg, hogy annyi lóvét fölvettünk a világbankból, mert kocsiban nem tudjuk betenni, mert 8 diplomatás, hogy ilyen nagy vastag. 200 ekkel foglalja, amit hegysérel. Aki nyomja a nyátorim? Miért? A te anyád a Manika? Neki? Zat? Ne imánya? Igen, az én anyám. Nem, és akkor saját magamat nem kell feljelenteni.
parfümöt. Bőzlük a leked rémen meg nem... Engem nem érdekel a külső. Dödöpa! Én nem használok se parfümöt, se dezodor, sapot, meg kapcsolat. Arra válasz, hogy miért nincsen fogad. Mert mi között hozzá? Mondjad! Mi között? Mi vették? Ki lopták? Semmi között hozzá. Semmi között az én közöttem. Annyira hulla részeg volt, hogy fel sem állt neki. Na mi Lukasé? És akkor mi van? És akkor mi van? Szereted a szexet? Ennyi. Nem, utálom. Masturbálok. Van 10 ujjam. Pervert vagy. Én is szeretem az ilyen fizikai szexet. Seggfej vagy. Tudod miért? Tudod miért vigyel? Megmondom őszintén. Mert neked semmi gondod az én világon nincsen. Neked nem kell adódnod, nem kell csekket fizetned. Reggel felkelsz, és az első dolgod, hogy menj a kocsmába, így ilyen felest. Kurva jó életed van, bazd meg. Szerinted miből szok? Hol tudok? És mire van gondod? Fizet számlát? Eltartasz embereket? Fel tudsz mutatni valamit? Semmi gondod nincsen. Majd akkor beszélj, ha te felnevelsz négyet. A gecimben. És hol vannak? Anyádban. Hol vannak? Mindegyik családos. És akkor miért nem adnak neked, hogy legyen neked is egy kis pénzben? Mert nem szeretnek engem. Mert szólj. Miért adjanak nekem pénzt? Miért adjanak nekem pénzt, mikor majdnem 100 000 forint a nyugdíjam? Akkor miért adjanak nekem pénzt? Te nem mondtad nekem, hogy havi 100-at keresel. Már rég rád mentem volna. Nem keresek. Ennyi a nyugdíjam. Én nem halok meg senkiért, semmiért. Ez nem Vörösvár. Kínában vagyunk. Yeah.